Felléptek az ovisok, nézzük át a lakásbiztosítást, készül a Beigli megyei elismerés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 3-án 18 óra 5 perckor. A Dérinék Kulturális Központ színháztermében került megrendezésre 16. alkalommal a Madarász Imre Egyesített Óvoda Ovi Gálája. A gálán részt vett F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, Pánti Ildikó és Molnár Pál önkormányzati képviselők, valamint a város oktatási intézményeinek vezetői. A megjelenteket Molnár Pál önkormányzati képviselő köszöntötte, aki kiemelte, hogy milyen fontos világunkban a nemzeti összetartozás, a nemzeti kultúra. Magyarságunkat az anyateljjel szívjuk magunkba, és a neveléssel tudatosítják bennünk, milyen is magyarnak lenni. Magyarnak lenni annyi, mint magyarul gondolkodni, magyarul imádkozni, magyarul becézni gyermekünket. Ebből fakad érzelmi világunk minden rezdülése, ez ad lendületet gazdag és sokszínű kultúránknak. Szilárd meggyőződésem, hogy a nevelés folyamatában a hagyományok ápolása kiemelkedő szereppel bír a belső értékrend megteremtésében, a nemzeti öntudat kialakításában. A hagyományok megismerésének és esetleges újratanulásának leghatékonyabb helyszíne pedig az óvoda és az iskola. Ezt követően F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselője szólt a megjelentekhez, amelyben visszaemlékezett arra a hét Ovi gálára, amelyen ő maga szülőként is részt vett. Mindig nagy izgalom az Ovi gála Karcagon. Én hét Ovi gálát láttam, mint szülő, és szülőként, nagyszülőként kitűnő és gyönyörű ez az alkalom. Jó színházba járni, jó koncertre járni. Az embernek vannak kedvenc színészei, kedvenc zenészei. De egy olyan koncert, egy olyan színház, ahol a saját gyermekei, a saját unokái lépnek fel, annál csodálatosabb dolog nincs. A botladozó lábak, az elcsukló hangok mégis egy csodát mutatnak számunkra. Azt a csodát, hogy egy piciny gyermekből, aki még nem olyan rég volt, egészen kis pici, kézben lévő, alig tanult meg járni, mi lett belőle? Egy éneklő, egy táncoló, a közösség tagjaként ügyeskedő piciny gyermek. Ennél nagyobb csoda talán nincs is. A gála kezdetén Gulyás Ferenci intézményvezető is köszöntötte a szülőket, vendégeket. Elmondta, hogy minden kisgyermek életében maradandó élmény a mai alkalom. Kiemelt jelentősége van a hagyományok ápolásának, átörökítésének. Itt ezen az alkalmon is, igaz, ez egy kicsit színes kavalkád a műsorok tekintetében, hiszen itt teret adunk mindazoknak a gyermekekhez közeli zenés, táncos előadásoknak, amelyekkel ők a mindennapok is találkoznak. Így itt sort került a mai napon olyan zeneműre való produkció összeállítására, amelyet egy karcagi zeneszerző, zenész, zongorista, Spisák Peti írt, aki itt nőtt föl közöttünk, édesanyja óvodapedagógus, és így az ő zenéjét is hallhatták ma a nézőközönség. Vannak olyan néphagyományápoló programjaink, amelyek itt most megjelentek. Megjelent a magyarságtudat erősítése, hiszen már ezek is nagyon fontosak az óvodáinkban. Megjelentek olyan témák is a színpadon, amelyek a környezettudatossághoz, a földünk védelméhez kapcsolódnak. Igyekszik minden óvoda a saját sajátosságait megjeleníteni, bemutatni itt a színpadon a közönségnek, és hát azt mondhatom, hogy most 16. alkalommal vagyunk itt, de még hasonló produkció sem nagyon volt a 16 év alatt, nemhogy egy évben. Nagyon ötletgazdagok az én kolléganőim,
az óvodákban, hiszen ezeket a programokat ők állítják össze. Nagyon sokszor a szülők is bekapcsolódnak, ami nagyon nagy öröm számunkra, hiszen az óvodákban csak a szülőkkel együtt tudunk tevékenykedni, az ő támogatásukra nagyon-nagyon számítunk, és mindig meg is kapjuk az együttműködésük során a támogatásukat, az elismerésüket. Úgyhogy ez nagyon fontos nekünk, és ez a mai délután egyfajta köszönő délután is a szülők és a vendégek irányába. Szólt arról is, hogy külön köszönet illeti meg Dobos Lászlót, Karcagváros polgármesterét, valamint a karcagvárosi önkormányzatnak tagjait, akik segítő munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak az elmúlt években az óvodákban megvalósult infrastruktúrális és egyéb fejlesztésekhez. A továbbiakban Farkas Adrien, az 1997-ben alapított Gyermekünk Mosolya, Egészséges Gyermekekért Alapítvány elnöke, a karcagi óvodás gyermekek kiemelkedő önzetlen támogatása hatásáért emlékplakettet adományozott Pánti Ildikó önkormányzati képviselőnek, aki kiemelt figyelmet fordít az óvodai oktató-nevelő munka támogatására és a körzetében lévő óvodákkal történő kapcsolattartásra. Az emlékplakettet a továbbiakban a Györfi István Nagykun Múzeum nevében dr. Nagy Molnár Miklós igazgató vehette át. Az óvodás gyermekek önzetlen támogatása és a múzeum pedagógia területén nyújtott nevelése miatt. Ezt követően a 9 óvoda zenés táncos műsorát két részletben tekinthették meg a megjelentek. A produkció között minden a tagintézmények a saját, egyéni sajátosságaikra támaszkodva mutatta be a műsorszámát, amelyben megtalálható volt a környezettudatosság, a néphagyományok ápolása, a dal és a tánc egyvellege is. Az év vége közelettével érdemes átnézni a lakásbiztosításunkat, hogyha bekövetkezik a baj, megfelelően legyenek az értékeink biztosítva. A lakástüzek jelentik a legnagyobb veszélyt az évvégi ünnepek alatt. Az egyik karcagi biztosító társaság szakembere azt tanácsolja, hogy nézzük át a lakásbiztosításainkat. Én első körben azt jelezném az ügyfelek felé, hogy legyen lakásbiztosítás. Ma még Magyarországon mindig nagyon sok ingatlan van, ami egyáltalán nincsen biztosítva. Ha valakinek van lakásbiztosítása, akkor azt lehet mondani, hogy ma a piacon minden biztosító társaságnál a tűzkockázat biztosan benne van. Tehát, hogyha valamilyen ilyen probléma következik be a fenyőfa, karácsonyfa körül, azt a biztosító társaságok fizetni fogják. Egyébként egyéb okok miatt is érdemes ilyenkor hatványozottan átnézni a szerződést, bár én azt javaslom mindenkinek, hogy ne csak ilyenkor, 3-4-5 évente, 2 évente, vagy ha valamilyen változás történik, feltétlenül érdemes átnézetni a biztosítási ügynöke. A szakember elmondta, hogy mindenféle elektronikai eszközt érdemes belevenni a biztosításba, hiszen egy új okostelefon is nagy összeget képvisel. Mert előfordulhat, hogy kapunk olyan műszaki eszközt ajándékba, például karácsonykor, amit érdemes majd a biztosításba belevenni, akár olyan fésményt, ékszert, kiemelt értékű ingóságot, amit szintén érdemes a szerződésbe belevenni. Ha ezt az ügyfél nem teszi meg, nem veszi fel a tanácsadójával a kapcsolatot, akkor lehet, hogy csak a káresemény bekövetkeztekor döbben arra rá, hogy az a konkrét vagyontárgy nem volt biztosítva, és a biztosító nem fog kártérítést fizetni. Tehát igen, át kell nézetni a szerződéseket szakemberrel. Magyarországon az ingatlanok körülbelül fele van biztosítva. Ez Váltamás szerint nem a legideálisabb állapot. Egy szerződés megkötése maximum 1 órát vesz igénybe, és sok problémától megkímélhet minket, ha bajba kerülünk. A szerződés megkötése után akár néhány percen belül biztosítottá is válhatunk. Az ingatlanoknak Magyarországon jóval több, mint a fele biztosítva van, de addig, amíg ez nem 100%, addig a biztosítási szakember azt mondja, hogy nem értük el a célt. Óriási veszélyei vannak. Néha a médiában lehet hallani, látni, amikor valamilyen nagy káresemény, robbanás következik be például, tehát totálkár keletkezik, hogy bizony az az ingatlan nem volt biztosítva, sokszor lehet ilyet hallani. Ez egy nem jó állapot, ma azt kell tudomásul vennünk, hogy az öngondoskodás, tehát a saját magunkról való gondoskodás felerősödik, nem az államtól kell várnunk a megoldásokat, amikor problémánk van, hanem nekünk kell tudni megoldásokat találni erre, és ma erre a piacon
több, sőt azt lehet mondani, hogy sok biztosítási szereplő van, tehát meg lehet találni a jó megoldásokat. Én mindenkinek azt javaslom, hogy igen, feltétlenül legyen lakásbiztosítása. A biztosítások árát az ingatlan értéke, a beépített anyagok minősége és a biztosított tárgyak értéke befolyásolja. Éves szinten átlagosan 30-50 ezer forintot kell fizetnünk a lakásbiztosításért. Ebből a teljes biztosított értéket megfizetheti a biztosítótársaság. Meghatározza az ingatlannak az alapterület értéke, a beépített anyagoknak a minősége. Ezt általában az ügyfél szokta tudni, hogy mennyiből épült fel. Egy használt ingatlannál a biztosító is tesz javaslatot, tehát konkrét négyzetméter árakat szokott a biztosító mondani, amit, hogyha az ügyfél elfogad, akkor nem vizsgálnak alul biztosítottságot, magyarul ténylegesen keletkezett kárt megtérítik a biztosítótársaságok. Az ingóságban ugyanez, óriási eltérések lehetnek, és ezért konkrétan nem lehet megmondani, hogy mi az a díj, amit az ügyfélnek ki kell fizetni, de mégis lehet azért egy általános standardet, egy jó ingatlan biztosítás díja ma átlagosan 30-50 ezer forint között tud mozogni. Ha megtörténik a baj, elsőnek a hatóságokat kell értesíteni, majd a biztosítótársaságot. A szakember azt javasolja, hogy okostelefonnal, fényképezőgéppel készítsünk fotókat, hogy ezzel is megkönnyítsük a társaság munkáját. Az idei évben nagyon rossz volt a diótermés, ezért drága. Az országban így keveset, vagy egyáltalán nem sütnek beiglit idén a pékek. Szerencsére Karcagon ez nem így van. Már sülnek a beiglik. Az emberek viszont már most keresik, hogy mindenképpen jusson a beiglibe. A pékek a beiglire azt mondják, hogy ilyen árak mellett nem éri meg megsütni a süteményt. Elsősorban mákos és diós beigli süd, és ha valami extra igény van, akkor azt szoktuk teljesíteni. Mi most szerencsére nem emelünk az árakon, ugyanannyi lesz, mint tavaly volt. Átadási ára boltoknak, amennyire adjuk a fél kilós beigli, 1000-1100 forint nettó áron, mert erre még jön ugye a 18%-os áfa, és a bolti ár is még rájön, de ugyanannyiért tudjuk adni, mint amennyiért tavaly adtuk. Van, aki szerint viszont a méret a baj. A fél kilósat nem veszik az emberek, ezért kisebbet kell készíteni, mert az még megfizethető. Idén nagyon rossz a diótermés, Ézsiás Antal mutatja a gondokat. 50%, de talán még nagyobb veszteség van a diótermésben. Ez változó egyébként, lehet, hogy fajta kérdés is, termőhely kérdés is. Van olyan fa, amelyiken egyetlen épp dió nem termett, ez az én diófám, ez most kivétel, mert ezen egy olyan 60%-nyi dió épp és egészséges, de sajnos, hogy ez az év, ez nem a diónak az éve. Hát ez a terméskiesés, ez rendszeresen megjelenik a diónak mindenféle gomba és baktériumos betegsége, de most jött egy újabb, ez a dió burokforró légy, amelyik egy amerikai eredetű, mint minden nagyon káros kártevő, megérkezett, és ez komoly károkat okozott. Nem egyértelmű az, hogy csak ez, hanem vannak baktériumos betegségek, ez a feketesedés, akkor ugye az almamoly, amit mindig mondok, hogy az almamoly az óriási ellensége, olyan, mint az almánál gyakorlatilag, és ez fertőzés, ugye gyakorlatilag a dió nem férges, hanem hernyós. A termelők arra panaszkodnak, hogy szinte lehetetlen a fertőzések ellen védekezni, hiába permeteznek, és mivel kevesebb dióterem, az drágul, ami aztán a beigli árában is meglátszik majd. Stúdiónkban már itt van Orosz István, aki a közelmúltban vehetett át megyei elismerést. Hogy mit is jelent számára a sport és tanítványai sikerei, a következő beszélgetésből kiderül. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és stúdiónk vendége vagy. Azért tegezlek, és fogunk tegeződni az interjú folyamán, mert már nagyon régóta ismerjük egymást. Idén kaptad meg a Jász-Nagykun Szolnok megyei testnevelési és sportdíjat. Hogyan fogadtad a kitüntetést? Nagyon nagy öröm volt, nagyon nagy meglepetés volt, amikor a postás hozta a borítékot, hogy a kitüntetést, hogy elnyertem, és gratulál a megyei közgyűlés, és hogy mikor vehetem át. Nagy megtiszteltetésnek érzem. Számítottál rá? Nem számítottam rá, és tényleg jól esik. Ez mind úgy a várostól, a megyétől, akik körülöttem vannak, diákok, edzők, a családtagjaim, ez mind hozzájárultak, és ez egy nagy elismerés, hogy amit
szeretek és dolgozok, és úgymond ebbe a karcagi városért teszek a sporterén, hogy úgy ennyire elismertek, ez számomra ez tényleg egy nagy elismerés. Mik a további elképzelései, tervek, célok? Hát tervek és célok azok mindig vannak, meg mi is, meg is kell úgymond formálnunk, vagy kialakítani a következő célokat, mert cél nélkül én azt mondom, hogy a sportot se lehet. Kihívások mindig vannak az iskolában is, és a labdarúgás terén is. Mivel az iskola mellett a karcagi labdarúgásban is dolgozok, utánpótlás vezető vagyok, és a felnőtt csapat játékos edzője, én nagyon szeretnék egy olyan csapatot formálni, felnőtt csapatot, aki egyszer meg fogja nyerni a felnőtt bajnokságot, és az iskolában pedig minél több sportversenyre eljutni, minél több sportversenyen kipróbálni a tehetséges tanulókat, és ott is szép sikereket elérni. Voltak szép sikerek, remélem, hogy lesznek is szép sikerek, és ezen dolgozunk a kollégákkal, és jó magam is, hogy ezeket úgymond az álmokat és a célokat elérjük. Hogyan töltöd a szabadidődet? Mozgalmasan, ott is inkább a sport, mivel a két lányom, Réka is és Rita is kosárlabdázik, ők is hétvégén szoktak elmenni a bajnokságokra. Ha az én bajnokim nem ütközik, akkor mindig megyek és nézem őket. Egy apai jó tanács az mindig jól esik nekik, mindig azért, amikor ott vagyok a mérkőzésen, akkor mindig megkérdezik utána, hogy apa, hogy játszottam, mi voltak a hibáim, és úgy érzem, hogy el is fogadják. A szabadidőnkben pedig azért a családdal nagyon szeretünk nyáron, van egy-két hetünk, amikor tényleg teljesen ki tudunk kapcsolódni, akkor mindenféleképpen vízpart mellé szoktunk menni, feltöltődni, de kerékpártúrákra, hegyekbe egy kicsit kirándulgatni, de azt mondom, hogy akkor is a mozgás a lényeg, és tényleg hasznosan töltsük el, és a otthoni kertmunka, ami az is egy kikapcsolódás számomra, ott van egy kis házi kertem, és a kis veteményeseim között is nagyon jól ki tudok kapcsolódni, elfelejtem úgymond a gondjaimat, bánataimat, és ott a veteményesek között egy kicsit elmerengve, a hétköznapokból egy kicsit kizökkenve, ott is nagyon jól érzem magam. Mindig megbecsülöm azt a kis szabadidőt, mert tényleg próbálom azt a kevés szabadidőmet hatékonyan és jól eltölteni, de úgy érzem, hogy a legjobb kikapcsolódás, amikor a család együtt van, és a családdal együtt vagyok. Isten, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és stúdiónk vendége voltál, és a továbbiakhoz is sok sikert kívánunk neked. Köszönöm szépen. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!